Simicska Lajos megint plakátot festett az ATV-nek, azt mondta, hogy nem tud kormánybuktató titkos tervről. Olyan szigorú biztonsági ellenőrzés volt, hogy még az ajándékkönyveket vívő tanszékvezető is alig jutott be a kínai-magyar csúcsra. Nem lesz munkaszüneti nap, december 24-e elbukott az erről szóló népszavazási kezdeményezés. És ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea kelet irányába, Dél-Korea és az Egyesült Államok is vizsgálja a történteket. Jó reggelt kívánunk, ez az ATV híradója 6 órakor, én Nemes Anna vagyok, köszöntöm Önöket. Simicska Lajos újra plakátot festett, pontosabban néhány Soros Györgyöt ábrázoló kormányzati plakátot dekorált ki. A vállalkozó ismét saját kezűleg írta rá a plakátokra a G-nap óta elhíresült mondatát, vagyis azt, hogy mit gondol Orbán Viktorról. Simicska Lajos híradónknak azt mondta, hogy folyton a véleményét kérdezik, ő pedig most elmondta. És azért festeget, mert ettől jobban érzi magát. Ezek a fotók kedd reggel készültek a Budapest és Veszprém közötti autóút mellett. Orbán Viktor egykori barátja és bizalmasa, a mára kegyvesztetté vált vállalkozó ezúttal festékszóróval a kezében pózolt és az átpingált plakátok előtt. Híradónk elérte Simicska Lajost, aki elmondta. A fővárosból hazafelé tartva úgy gondolta, ideje elmondania a véleményét a kormányzati plakátokról, mégpedig nagyjából így. Útközben néhol kiszállt a kocsiából, elővette a sárga festékes flaskát, és fújni kezdte a Soros Györgyöt ábrázoló plakátokra a már jól ismert mondatot. Nem tetszik, régóta nem tetszik, sok van belőle. És azt gondoltam, hogy ha állna főszólítanak, hogy mondjam el, mi a véleményem, gondolom, most elmondom is. Fogtam és elmondtam politikai véleményet, ennyi. Azt mondják, hogy ne hagyjam szó nélkül. Hát nem hagytam szó nélkül, elmondtam most, hogy milyen vélemény. Az a vélemény, amit ráírtam. Ennyi. A vállalkozó elmondása szerint 5-6 plakátot dekorált ki a sárga festékszóróval, ezek mind Veszprém megyében vannak. Simicska Lajos híradónknak elmondta azt is, azért festegetett, mert ettől jobban érzi magát. De megkönnyebbülök, és nekem ez jó eset, és jól esik megkönnyebbül az ember, kiadta a frusztrációt, és akkor másnap már mindjárt jobban van. Simicska Lajos nem először nyilvánít véleményt hasonlóan formabontó módon. Október elején szintén saját maga indult festegető körútra, akkor lakóhelyén Veszprémben pingált el néhány a saját cége tulajdonában álló hirdető oszlopot. Így az az eset nem minősült rongálásnak. Az a véleményünk, hogy Simicska Lajos orvosi eset. A Fidesz frakció vezetője szerint a jogi vita másodlagos fontosságú az ügyben. Ha ezek kormányplakátok voltak, akkor az a vita megindul, amit hosszabb ideje a magyar joggyakorlatban is folyik. Egy plakát megrongálása az rongálás szabálysértésének minősíthető, vagy pedig a véleményítás szabadságának. De én szerintem éppen ezért az ügynek a jogi minősítése az sokadlagos. Simicska Lajos egészen 2014-ig egyike volt Orbán Viktor legbizalmasabb embereinek, vállalkozásai pedig sorra nyerték az állami megrendeléseket. A 14-es választás után azonban megromlott a kapcsolatuk, Simicska Lajos szerint azért, mert a kormányfő diktatúrát épít demokrácia helyett. A miniszterelnök sajtófőnöke a következő módon reagált Simicska Lajos akciójára. Idézem, a miniszterelnök az ország és a magyar emberek számára fontos kérdésekkel foglalkozik. Egy reménytelen helyzetben lévő ember kétségbe esett nyilatkozatát, aki 2015 februárjában és azóta többször is nyomdafestéket nem tűrő szavakkal beszélt Magyarország miniszterelnökéről, nem kívánjuk kommentálni. Az interjút egyébként teljes terjedelmében meghallgathatják az atv.hu-n. A Nemzeti Nyomozóiroda szerint sem Soros György, sem szervezetei nem akarták erőszakkal megváltoztatni az alkotmányos rendet Magyarországon. A Jobbik szóvivőjének feljelentését ezzel az indoklással utasították vissza. A Fidesz szerint ez nem sokat jelent, a Jobbik viszont most rémhírterjesztés miatt jelenti fel a kormányt. Orbán Viktornak és a kormánynak egy hivatalos pecsétes papírja van arról, hogy hazudik. Ezzel a felvezetéssel mutatta be a Jobbik szóvivője, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda elutasította Soros György elleni feljelentésüket, amelyet a nemzeti konzultáció állításai kapcsán tett Mirkóczki Ádám. Az ellenzéki politikus az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészület büntetének gyanúja miatt tett feljelentést. A Fidesz frakció vezetője szerint azonban a nyomozás elutasítása nem sokat jelent. Soros Györgynek nem a személye, a terve az, ami veszélyes, amit mi egyértelműen elutasítunk.
Egyébként pedig Al Capone-t is adócsalás miatt ítélték el, tehát önmagában az, hogy egy konkrét, azt hiszem, alkotmányos rend megváltoztatására vonatkozó feljelentést az ügyészség elutasított, az nem jelent sokat. A Nemzeti Nyomozóiroda elutasító határozatában azonban ennél jóval többet állított, hiszen nem csak az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészületét nem látta megalapozottnak. A nyomozók szerint ugyanis ez sem közvetlenül, sem közvetve nem jelent meg Soros György nyilatkozataiban. Az ügyészség ezen felül azt is megállapította, hogy sem Soros György, sem az általa vezetett szervezeteknek nem volt célja az alkotmányos rend elleni szervezkedés. A nyomozók arra utaló jeleket sem találtak, hogy Soros György tömegzavargást akart volna szervezni. A Nemzeti Nyomozóiroda határozata végül azt is világossá tette, hogy Soros György nem követett el hazárulást, hiszen ehhez egy külföldi szervezetnél kellett volna ajánlkoznia, ám ennek sem találták nyomát a vizsgálat során. Mi soha nem mondtuk azt, hogy Soros György ezt a bűncselekményt, ezt a súlyos államellen bűncselekményt elkövette volna, már csak azért sem, mert hogyha ezt állítottuk volna, akkor képviselőként, hivatalos személyként kötelezettségünk lett volna feljelentést tenni. A Jobbik szóvívője azonban most rémhírterjesztés miatt tesz feljelentést. Akik a feljelentésem alapjául szolgáló nyilatkozatokat tették a teljesség igénye nélkül, Németh Szilárd, Kovács Zoltán, de mondhatnám Orbán Viktort is, Tuzson Bencét, vagy Gulyás Gergelyt, de nem akarom felsorolni a teljes fideszes és kormányzati vezérkart. Ők a magyar jog szerint rémhírterjesztést követtek, és jelenleg is követnek el. Ennek pedig kell, hogy legyen jogi következménye. A többi ellenzéki párt is egyetért abban, hogy Soros terv nem létezik. A kormány és a miniszterelnök célja a nemzeti konzultációval pusztán a figyelem elterelése a valós problémákról. Ideológiák helyett a józan észre kell alapoznunk a kapcsolatunkat, ezt mondta Orbán Viktor, miután több megállapodást aláírt a kínai és a magyar delegáció. Ezzel a miniszterelnök feltételezhetően Tibet kérdésére utalt. A miniszterelnöki találkozó miatt tegnapi szigorú biztonsági intézkedések voltak a parlament környékén. Hosszasan várakoztatták például azt a hivatalos meghívottat is, aki éppen az ajándék kínai-magyar szótárakat vitte a nemzetközi sajtótájékoztatóra. A parlament környéki utcákat hermetikusan lezárták. Nem engednek be, úgyhogy. Mint kiderült, pedig ennek az úrnak igen fontos küldetése volt. Az ELTE kínai tanszékének vezetőjeként ő vitte az ajándékot. Csak ne adják le, még nem adjuk. Kínai magyar szótár, és ezt kapja a miniszterelnök? Mind a kettő. Egyet a magyar, egyet a kínai. A könyvek végül bejutottak a parlamentbe, és megérkezett a két miniszterelnök is. Majd hosszas aláírási ceremóniák következtek, 11 megállapodást kötöttek, többek között elektronikus kereskedelemről, a digitális selyemútról, de aláírtak hitelkeret és turisztikai megállapodásokat is. Egyszer csak azonban a szokásos koreográfia ellenére két kínai fél ült le egymással szemben, mert az egyik magyar cég képviselője már eleve kínai volt, ez kisebb derültséget váltott ki. Orbán Viktor szerint ma mindenki verseng azért, hogy kereskedhessen Kínával. Szeretném világossá tenni, hogy minden európai ország benevezett ebbe a versenybe. A különbség csak az, hogy van, aki erről beszél, és úgy csinálja, van, aki nem beszél, de csinálja. A tibeti zászlót itt meglengetem önökkel, ha megengedi. Az elmúlt napokban többször is felidézte több médium, hogy Balogh Zoltán például 2008-ban még Tibet szabadságáért demonstrált, most pedig a kormány mindezt félretéve kereskedik Kínával. Orbán Viktor beszédében Tibet említése nélkül, de talán ezekre a felvetésekre is reagálva azt mondta, az ideológiákat félre kell tenni. Ideológiák helyett józan észre alapozzuk a politikánkat. A kínai miniszterelnök budapesti látogatásával kapcsolatban a Die Welt véleménycikket közölt. Ebben többek között arról értekeznek, hogy Kína a gazdasági befektetésekkel közvetve politikai befolyást akar vásárolni Kelet-Közép-Európában. Erről szerettük volna megkérdezni Orbán Viktor miniszterelnököt is, de nem volt lehetőség a sajtótájékoztatón kérdések feltevésére. A kínai miniszterelnök viszont kitért ezekre az aggodalmakra kérdés nélkül is. Az emberek ilyenkor persze felvethetik a kérdést, hogy akkor nő-e vajon majd a kínai befolyás a közép-kelet-európa országokban. Én azt gondolom, hogy a magyar befolyás fog nőni Kínában ezáltal, mert itt befektetünk, az itt termelt termékeket viszont Kínában fogják értékesíteni. A rövid távú előny már most is látszódott, a kínai miniszterelnök megtanult egy mondatot magyarul.
Elkészült a Fidesz 106 fős listája az egyéniben induló képviselők névsorával, tudta meg a 168 óra. A lap szerint már csak Kövér László választmányelnöknek kell ráütnie a pecsétet a névsorra. A listáról mindössze két választókerület hiányzik. Az egyik Rogán Antal volt körzete, a másik pedig Szeged, ahol Botka László kihívóját nem találta még meg a Fidesz. Az viszont már eldőlt, hogy Németh Szilárd újra próbálkozik Csepelen. Az összevont 8. és 9. kerületben Kocsis Máté indul, Gulyás Gergely pedig a 12. kerületben lesz először egyéni jelölt. Az ATV.hu birtokába jutott MSZP-DK lista a 106 egyéni körzetről pontos. Ezt mondta Gyurcsány Ferenc az ATV főmunkatársának. Az MSZP úgy reagált, hogy a lista irreleváns és a kiszivárogtatója nem segíti elő a megegyezést, ami szerintük pár napon belül megtörténhet. Az MSZP továbbra is kitart amellett, hogy a közös jelöltek mellett közös listát és közös miniszterelnök jelöltet is szeretnének. Itt a lista. Ezzel a címmel közölt cikket az MSZP-DK koordinált együttműködéséről az ATV.hu. A hírportálunk birtokába jutott lista szerint 55-45 arányban osztanák el a 106 egyéni választókerületet. Ez a pártok Závetsz Research által mért támogatottsága alapján oszlik el, ez alól azonban kivétel Újpest. Itt nem az MSZP-ből egy hete kilépett Horváth Imrét, hanem a DK-s Olá Lajost jelölnék. Budapesten már az Együtt és a Párbeszéd is kapna két körzetet. Egy meglehetősen pontos tükörképe annak, ahol a tárgyalások tartanak. A DK szóvivője megerősítette azt, amit Gyurcsány Ferenc is közölt az ATV.hu-val. Gréci Zsolt hozzátette, ha rajtuk múlik, egy héten belül létrejöhet a megállapodás, de ez a lista addig nem végleges, amíg a szocialista párt nem fogadja el. Hát az MSZP egy bonyolult párt. Azok, akik részt vesznek ebben a tárgyaló delegációban, Hiller István, Molnár Gyula, Tóth Bertalan, rajtuk látszik, hogy szeretnének megállapodni, reméljük, hogy az MSZP más politikusai is ezen a véleményen vannak. Teljesen irreleváns a lista, bárki írhatta volna. Aki szivárogtat, az nem a kormányváltás segíti elő, ezt mondta a szocialista Bárány Balázs. Közös lista, közös miniszterelnök jelölt és 106 közös egyéni jelölt az, ami a legközelebb visz a kormányváltáshoz, a lehető legszélesebb bázison és a lehető legjobb jelöltek kiválasztásával. Ennek egyébként élő példája pont a solymári helyzet. A párt elnökségi tagja arra utalt, a településen 5 ellenzéki párt, az MSZP, a DK, az Együtt, a Párbeszéd és az LMP is beállt a függetlenként induló Kárpáti Zsuzsanna mögé az időközi önkormányzati választásokon. December 10-én ő és egy munkáspárti jelölt áll majd szemben a fideszes Dalos Attilával. Azzal kapcsolatban, hogy az LMP csak helyi szinten működik-e együtt, vagy az országgyűlési választásokon is, Hadházi Ákos így válaszolt. A választások előtt is lehetnek nyilvánvalóan pártok között együttműködések, előfordulhat, hogy ilyenek szükségesek lehetnek, de ezekről csak akkor kell beszélni, hogyha ezek valóban létrejöttek, illetve nagyon fontos, hogy csak olyan együttműködést szabad megkötni, amelyiknek valóban van értelme, és akkor érdemes megkötni. A választók a demokratikus ellenzéki pártok minél szélesebb együttműködését szeretnék a Závetsz Research társadalomkutató cég igazgatója szerint. A választópolgárok minimál elképzelése az, hogy legalább az MSZP és a DK valamifajta szövetségben induljon neki a választásoknak. Én azt gondolom, és adatok is utalnak erre, hogy ennél még egy teljesebb összefogás lenne az, amire fogékonyak lennének, és annak már lenne egyébként egy olyan felhajtó ereje, ami újabb szavazókat hozhatna. Závetsz Tibor hozzátette, ha az MSZP és a DK júliusban állapodik meg, az akkori támogatottságuknak megfelelően az MSZP 75%-ban, míg a DK csak 25%-ban állíthatott volna jelöltet a 106 egyéni körzetben. Létezik az ATV.hu birtokába jutott lista a jelöltekről, ám ez nem a megállapodás, hanem a DK igényeinek listája. Ezt Molnár Gyula mondta az Egyenes beszédben arról a listáról, amelyről hétfőn Szanyi Tibor azt állította, hogy nem létezik. Az MSZP elnöke szerint még nincs megállapodás, és nem igaz a két párt 55-45%-os aránya sem. Molnár Gyula azt mondta, hogy folytatják a tárgyalásokat a DK-val, és hajlandóak a kompromisszumokra is, de vannak olyan körzetek, amelyek esetében nem tudnak engedni. Ilyen például Kunhalmi Ágnes körzete vagy Csongrád és Borsod megye. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a lista biztosan nem az MSZP-től szivárgott ki. Ez azt mondom, hogy nagyon sok ilyenfajta lista tekergett az elmúlt időszakban. Ez egy olyan papír, amelyik a DK igényeit tartalmazza, és most következik az, amikor mi kimondjuk azt, és ezt még egyszer mondom, szeretném, hogyha mindenki így értené, hogy a DK elnöke tegnap
és ma reggel is a műsorban, nagyon precízen elmondta, hogy ebben nyilván többet kértek, mint ami egyébként az ajánlatban vagy a lehetőségek között szerepel. Nem lesz népszavazás arról, hogy munkaszüneti nap legyen-e december 24-e, nem gyűlt össze ugyanis az ehhez szükséges számú érvényes aláírás. A népszavazást kezdeményező Bíró Zoltánnak 66.500 aláírást sikerült tegnap leadnia, a népszavazás kiírásához azonban 200.000 érvényes aláírásra lett volna szükség. Ha az összegyűjtött aláírások száma elérte volna a 100.000-et, akkor a parlament is dönthetett volna a népszavazás elrendeléséről. Az állam egyelőre nem bünteti azokat az intézményeket, amelyek nem használják az egy hónapja élesben üzemelő elektronikus egészségügyi szolgáltatási térfelületeit, azonban december 15-től csak akkor kapják meg a készítmények állami támogatását a gyógyszertárak, ha a receptet az informatikai rendszerbe is feltöltötték. Hát azt tudom, hogy az adatok mindenütt szerepelnek, a gyógyszertárban, az orvosnál, tudják a betegségeket. Ki fogják majd kérdezni, mit szól hozzá? Válaszolok. Nem lehet megtorpanni. Fejlődünk, haladunk, és az ember észreveszi magát, egy olyan űrvilágba él, ami fantasztikus. Bár ez a férfi még papír alapú receptet váltott ki, a patikák december 15-e után már csak az elektronikus vények állami támogatását tudják elszámolni. A tér működik, hogyha valaki mégsem írja azt el, akkor az nem a tér hibája, hanem vagy a szállító, vagy az internet kapcsolat hibája. Ónodi Szűcs Zoltán szerint egyelőre 9200 intézmény használja az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér felületeit. Betegadatokat néznek meg benne, leleteket töltenek fel, recepteket írnak vele. Az országban található körülbelül 3200 patika közül 150 telephely nincs még bekötve a rendszerbe, de a vények 99%-a így is felkerül a térbe. Már magánszolgáltató is van a használói között, jól lehet a magán egészségügyi intézményeknek és a mentőszolgálatnak csak jövő novembertől kötelező az EST-hez csatlakozniuk. Jelenleg nincs szankciója a rendszer nem használatának. A legelső időpont, ami tervezett időpont, az valamikor 18 év vége lenne. Mi akkor azt szeretnénk elérni, hogy a működési engedély feltétele legyen az, hogy csatlakozzon hozzá az egészségügyi szolgáltató. Az informatikai rendszer uniós támogatásból épült ki. Az orvosok, asszisztensek elektronikus személyi igazolvánnyal használhatják. A betegeknek azonban nincs plusz teendőjük vele. Viszont rendelkezhetnek arról, hogy milyen adatokhoz engednek hozzáférést. Kőhalmi Dóra háziorvos csak eleinte tapasztalt tanácstalanságot a betegek részéről. Tehát, hogyha nincsen elektromos személyük, anélkül is ki tudják venni, vagy hogy személyesen jelen kell lenni a patikába hozzátartozó, nem válthatja ki a otthonfekvőknek, de hogy ez nem így van, tehát fennakadást nem okozott. Beszámolók szerint a patikákban is csökkent a számítógépes hibaüzenetek száma, és már sorok sem kígyóztak a pultok előtt. Újabb ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea, ezúttal kelet irányába, jelentette az egyik dél-koreai hírügynökség. Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy hova csapódott be a rakéta. Feltehetően Japántól 2000 kilométerre az óceánban landolt. A történteket már az amerikai hírszerzés is vizsgálja. A szeptemberi teszt után ugyanis készültek rá, hogy a napokban újabb rakétát indít majd az észak-koreai hadsereg. Egyelőre nem tudni, hogy ez a rakéta ugyanolyan paraméterekkel rendelkezik-e, mint az elődei. Betonoszlopokkal és betonkordonokkal védik a karácsonyi vásárokat Németországban. Berlinben tavaly egy terrorista hajtotta tömegbe egy vásáron 12 ember halálát okozva. Azért azonban, hogy a betonelemek ne rontsák el a hangulatot, a rendőrség kreatív módszerekkel készült. Fények, díszek és persze forralt bor, igazi karácsonyi hangulat uralkodik ezen a németországi ünnepi vásáron. A hét elején hivatalosan is megnyitották kapuikat a vásárok Németország szerte, az ünnepi hangulatra azonban rányomják bélyegüket a rossz emlékek. Tavaly decemberben ugyanis brutális terrortámadás történt a berlini vásárban. Egy 24 éves tunéziai férfi egy teherautóval gázolt az emberek közé, a támadásban 12-en vesztették életüket. A rendőrség ezért idén óriási erőkkel készül a karácsonyi szezonra, mindent megtesznek, hogy garantálják a biztonságot. A rendőrséggel együtt úgy döntöttünk, hogy betonoszlopokkal erősítjük meg egyes karácsonyi vásárok bejáratait, ezekkel meg tudjuk akadályozni, hogy bárki be tudjon hajtani a járművekkel, mondja a müncheni biztonsági tanácsvezetője.
Az utakat ilyen betonoszlopok és barikádok zárják el. Az utóbbi években ugyanis több tömegbegázolásos merénylet is történt, de hogy ne rontsa el teljesen a hangulatot, a sok hatalmas betonelem több helyen kidekorálják őket. Ez für die Kinder finde ich nicht so erschreckend. Így kevésbé ijesztő a gyerekek számára. Úgy néznek ki, mintha csak ajándékok lennének, ha látnák, hogy ezek betonoszlopok, rögtön kérdezősködnének. Sokkal barátságosabbnak néznek ki így, de ugyanolyan biztonságosak, ami nagyon fontos, mondja ez a helyi nő. A vásárok megnyitása után a berlini polgármester ellátogatott a tavalyi tragédia helyszínére, és egy fehér rózsával emlékezett az áldozatokra. Azt mondta, a város soha nem felejti el, ami történt. Nem bírta kivárni a végét, ezért szavába vágva mondott igent Harry herceg lánykérésére a barátnője. A hercegi pár egy televíziós interjúban mesélt megismerkedésükről és az eljegyzésről. Az újdonsült menyasszony azt is elmesélte, hogy milyen volt beilleszkedni a királyi családba. Második Erzsébetről például azt mondta, hogy rendkívüli nőnek tartja. Fotózásra érkezik az újdonsült jegyespár a Kensington palota kertjébe. A gyönyörű helyszínt Diana hercegnő halálának 20. évfordulóján adták át. Harry herceg és Meghan Markle pedig pompásan mutattak itt. A herceg hétfőn jelentette be, hogy amerikai származású kedvese igent mondott a lánykérésre. Azóta nem csak az egész brit, de még a világ sajtó is velük foglalkozik. Ez nem történhetett volna meg 50 évvel ezelőtt. Elvált, fekete, amerikai. Az idők változnak, és mi nagyon örülünk ennek. Egy emberrel sem találkoztam, aki csalódott lett volna. Lelkendezik ez a londoni teabolt tulajdonos. A pár egy televíziós interjúban mesélt arról, szerelmük számukra is meglepetés volt. Harry herceg ugyanis nem ismerte a korábban színésznőként dolgozó Markle-t. Fogalmam sem volt, hogy ő kicsoda, egészen addig, amíg a közös barátunk be nem mutatott egymásnak. Az első kérdésem pedig az volt, hogy meséljen egy kicsit róla. Én sose láttam a sorozatát, nem hallottam róla, de gyönyörű meglepetés volt, amikor először megláttam. Emlékszik vissza Harry herceg. Azt is elmondta, éppen azért különleges a kapcsolatuk, mert nem ugyanabban a környezetben nőttek fel. Szerintem mindkettőnk számára nagyon üdítő volt, mert én se tudtam róla sokat. Mindent, amit tudok róla, azt tőle tudom, és nem úgy, hogy a különböző híreken és pletykalapok történetein nőttem volna fel. Ezért nagyon hiteles és természetes a kapcsolatunk, meséli az újdonsült menyasszony. Harry herceg kitett magáért a lánykérés során. A gyűrűt ugyanis ő maga tervezte, és két olyan gyémánt is van benne, amely Diana hercegnő egyik ékszeréből való. Harry azt mondta, édesanyja ugrálna örömében, ha láthatná jövendőbeliét. Hasonlóan szívélyesen fogadta a hírt a királyi család többi tagja is. Második Erzsébet és Fülöp herceg közleményükben azt írták, el vannak ragadtatva és sok boldogságot kívánnak a párnak. Vilmos herceg és felesége pedig azt üzenték, nagyon izgatottak Harry és Meghan miatt, és csodálatos látni, hogy milyen boldogok együtt. 10 000 méteres magasságban mentett életet egy magyar orvos. A fiatal nő férjével Sánkhájba repült, amikor egyik utastársa sztrókot kapott. Azonnal a segítségére sietett, újraélesztette, és a kényszer leszállás végéig mellette volt. Híradónknak azt mondta, hogy ő csak tette a dolgát. Rádi Katalin és férje 2,5 hete utazott Frankfurtból Sánkhájba. Egy ilyen hatalmas A380-as Airbusszal repültek. A fedélzeten több mint 500-an voltak. A 12 órás út harmadánál jártak, amikor a kapitány segítséget kért a hangos bemondón, mert az egyik utas rosszul lett. Katalin belgyógyász rezidensként azonnal jelentkezett. Mire én odaértem, addigra a férfi már nem volt spontán légzése és keringése, és hát én láttam, hogy itt ugye azonnali beavatkozásra van szükség, és rögtön megkezdtük az újraélesztést, kibaszást, illetve a ballonos lélegeztetést. Hál' Istennek ez viszonylag rövid ideig tartott, tehát egy-két perc telhetett el, és helyreállt a keringés. Azt mondja, a neheze még ezután következett, hiszen a stabil állapotot fenn is kellett tartania. A tünetek alapján egyértelmű volt számára, hogy a férfinek sztrókja van, amiről egy rendhagyó nemzetközi konzíliumot is tartottak 10 000 méter magasan. Bementem a kapitánynak a fülkéjébe, és fölvettük a kapcsolatot egy nemzetközi orvosi segélyhívó szolgálattal, akikkel ezt az esetet én megkonzultáltam, elmondtam, hogy mit találtam én, mire gondolok, és tulajdonképpen közös megegyezéssel meghoztuk azt a döntést, hogy kényszerleszállást hajtunk végre. A repülő végül Szibériában landolt. Miután átadták a férfit az orosz mentőknek, a gép még órákat vesztegelt. A mínusz 40 fokos hidegben ugyanis jégtelen. Kellett. Katalin azt mondja, abban a 3 órában csak tette a dolgát, utána gondolta végig, hogy mi is történt. Nagyon boldog voltam, hogy az én ködreműködésemmel tulajdonképpen sikerült egy ember életet megmenteni.
Hasonló rosszulétek miatt Budapesten hetente 2-3 alkalommal szállnak le repülők. Az elsőbségi leszállás alatt a légirányítás szól a repülőtéri üzemirányító központnak, akik nekünk jelzik, hogy van egy ilyen megbetegedés, egy ilyen repülőjárat megszakítja az útját itt Budapesten. Ezzel is ezzel a tünettel, ezzel is ezzel az életkorral, férfi, nő, stb., amit tudunk, amit tudnak, azokat átadják nekünk is, és ezt követően kijelölnek számára egy állóhelyet, ahova kivonul a szolgálatunk. Golopenca Ádám a reptéri mentőszolgálatnál maga is találkozott már hasonló szerencsés véget ért történettel, de azt mondja, volt, hogy kicsúsztak az időből. Hiába volt a személyzetnek akár a defibrillátora, akár a szaktudása, sajnos mire a repülőgép leszállt, hiszen mire 10.000 méterről egy repülőgép leereszkedik ide hozzánk, az egy jó 20-25 perc, addigra már nem tudtunk segíteni. Hogy mi lett a beteg férfival, Katalin azóta sem tudja. A Lufthansa viszont elkérte a telefonszámát és az e-mail címét, és azt ígérték, hogy küldenek neki valami ajándékot. És ez volt a Híradó 6 órakor, most jön a Start Krug Emíliával és Kárász Róberttel. Szia Robi, kik jönnek ma hozzátok? Jó reggelt kívánok, szia Anna, üdvözöllek és a nézőket is, természetesen nagyon sok politikus ellátogat ma is hozzánk a műsorunkba. Az első vendégünk egyébként Hajdú Nóra lesz az Együtt alelnöke. Annak apropóján hívtuk meg ide az alelnök asszonyt a stúdióba, mert hogy felröppent az a hír, hogy több kereskedőházat bezártnak. Ugye pedig nagyon ígéretesnek hangzott az, amit még a korábbi években mondtak, hogy a déli nyitás az mennyire fontos, ugye afrikai országokról van szó, dél-amerikai országokról van szó, és valami miatt ezek a kereskedőházak mégsem váltották be a hozzájuk fűzött ígéretet. Hogy miről van szó a háttérben, és hogy okozhatott-e kárt ez a magyar államnak, erről is fogjuk kérdezni Hajdú Nórát. Köszönöm szépen, most tehát a Híradónak vége, de jön a Start, úgyhogy maradjanak velünk. Én pedig friss hírekkel legközelebb 7-kor várom Önöket, addig is legyen szép reggelük, viszontlátásra!